A fejőházat szeretné felújítani Tiszavasváriban ez a családi gazdaság. A Dancs família 200 hektárt művel és még közel 400 szarvasmarhát tenyészt. Naponta 10 000 liter tejet állítanak elő, ezért is lenne szükség a fejlesztésre. A család 20 embernek ad munkát, azt mondják, ha sikerülne fejleszteniük, azzal további munkahelyeket is teremtenének. A legnagyobb problémájuk azonban a tőkehiány, ezt pályázati forrásokból teremtenék elő. A mezőgazdaság az mindig ilyen tőkehiányos, mert ugye az időjárás minden befolyásolja, nem úgy jönnek a pénzek, ahogy azt szeretnénk, és pályázat szempontjából meg az nagyon sokat jelent, hogyha ha plusz pénzhez hozzá lehet jutni, nem önerőből kell ezt mind megcsinálni. Phil Hogan biztos úr aláírásával ellátta a Magyar Vidékfejlesztési Programot. Brüsszelben elfogadták a kormányzat vidékfejlesztési programját. Ezt jelentette be kedden Kis Zsolt, a szaktárca államtitkára. Ez a program többek között abban segít, hogy a családi vállalkozások pályázati források felhasználásával fejlesszék gazdaságaikat. A programban előirányzott 1300 milliárd forint túlnyomó részét kis és közepes mezőgazdasági vállalkozók használhatják majd fel. A beruházások esetében ebből a vidékfejlesztési forrásból elsősorban nem a nagygazdaságok, a nagyüzemek, hanem a kis és közepes családi gazdaságok részesedjenek, és ez deklaráltan is 80%-ban, legalább 80%-ban ezeket a kis és közepes gazdaságokat fogja erősíteni. Azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy sikerült megvédenünk a magyar gazdák, a magyar vidék érdekeit. Az államtitkár hozzáfűzte, a vidékfejlesztési program legfontosabb célja a vidéki munkahelyek megőrzése és újak teremtése. A program középpontjában éppen ezért a jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező mikro, kis és középvállalkozások, családi gazdaságok fejlesztése áll. Különösképpen az állattenyésztés, a kertészet, valamint az élelmiszerfeldolgozás kiemelt támogatásával. Ennek megfelelően a meglévő állattenyésztő telepek modernizációjára, újak létesítésére, illetve az állattenyésztéshez szükséges gépek beszerzésére mintegy 75 milliárd forint fog jutni. Ültetvények, üvegházas kertészet létesítésére, a meglévő kertészetek technológiai korszerűsítésére, a kertészeti ágazatnak 72 milliárd forint fog a rendelkezésére állni.